ugyanis ezzel az adósság konszolidációval... Elmaradt az elszámoltatás az elmúlt 20 év felelőtlen gazdaságpolitikájáért. Az adósság konszolidáció ennek a legalizálása, emelte ki közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján Balassa Péter. A Jobbik szerint a hitelt az egyik zsebből áttesszük a másikba. Balassa Péter a 11-es huszárlaktanya fejlesztésére utalva kijelentette, termelőberuházásokra lenne szükség látványprojektek helyett. A költségvetést szociálisan érzéketlennek tartja a Jobbik, mert például lakásbérleti támogatásra kevesebb jut, mint tavaly. Az LMP szerint fontos lépés volt a megyeszékhely számára az adósságrendezés, ebben el kell ismerni a városvezetés érdemeit. Horváth Zoltán szerint szigorú a 2013-as büdzsé, de hiányoznak belőle a szakterületek koncepciói. A politikus aggódik az MMIK-ban működő patinás civil szervezetek sorsa miatt, a közbiztonságról szóló előterjesztésről pedig kijelentette, tények, számadatok nélkül nehéz bármiről vitatkozni. Puskás Tivadar szerint az állami hitel átvállalás tette lehetővé a fejlesztéseket is tartalmazó büdzsé elkészítését. A jövőben több beruházás indulhat meg. Önerős pályázatok segítségével a város csapadékvíz elvezető rendszerét újíthatják fel, és folytatódhat az észak-déli irányú kerékpárút fejlesztése is. Ha a Nemzeti Fejlesztési Bizottság jóvá hagyja, 10,5 milliárd forint uniós forrásból megvalósulhat a 11-es huszárlaktanya hasznosítása, és az integrált városfejlesztés stratégia részeként átalakulhat a csónakázótó környéke. Politikai viták vannak, de a szélsőségeket elítéljük, mondta a polgármester, Gyöngyösi Márton jobbikos politikus szombathelyi látogatására célozva. Az MSZP szerint az állam úgy segít, hogy közben kotorászik a szombathelyiek zsebében. Ceglédi Csaba frakció vezető arról beszélt, hogy 1,8 milliárd forinttól esik el a város azért, mert a személyi jövedelemadó, a súlyadó egy része és az illeték bevételek már a központi költségvetést gazdagítják. A költségvetést feszesnek és valószínűleg tarthatónak nevezte, de a 800 millióra kalkulált vagyonértékesítésben kockázatot lát. A Vízöntő utcába tervezett biofűtőmű kapcsán az ott élők tájékoztatását és a környezeti hatástanulmányokat hiányolta. Gyebrovszky János nem ért egyet azzal, hogy a lakótelepek közbiztonsága rendben lenne.